A központ három helyi közösségében azonos arányban élnek magyarok, szerbek, horvátok és más nemzeti közösségek. Slobodan Vojnović tanácselnök szerint nagyon fontos, hogy a lakosság együtt dolgozik egymásért és a helyi közösségért. Pokusavamo da radimo na tome da ne suživimo u mesnoj zajednici, nego da živimo zajedno, da svi zajedno radimo za interes mesne zajednice i da razvijamo mesnu zajednicu koliko je u našoj moci. Znači da pomognemo građanima. Ken Sólya Mária, a szabadkai VKT elnöke elmondta, fontos, hogy mindenki saját anyanyelvén tudjon érvényesülni. Mint képviselőtestület elnöke ezeket a történeteket támogatjuk, és nem csak az ilyen táblák, amelyek három nyelvűek, hanem ugyanúgy az utca neveket is támogatjuk minden szempontból, és nagyon jó, hogy most az utóbbi időkben ez azért egy kicsit intenzívebb, itt a tartomány is kicsit besegít ezekben, minden évben kiír egy pályázatot, és hát azt hiszem, hogy azt nem kell külön ecsetelni, hogy mennyire fontos azt, hogy betartják, és hogy azok a közösségek, a többnyelvűséget, ahol ugye természetesen többnyelvűek. Az ünnepélyes leleplezésen feléptek a szabadkai zeneiskola növendékei.